úgy kiraktam ezt a mákos gubát, mint a Tetriszt. Minden illeszkedik itt már mindenhez. Na, el is mondtam a lényeget, mákos guba készül. Nyilván egy nagyon picikét másképp, de az alaptól azért nem térünk el. Tej, tejszín. Azt mindenképpen fel kell, hogy forraljuk. Közben a citromnak a héját belereszelhetjük, mert így az illóolajok nagyon szépen távoznak majd belőle. Sokkal intenzívebb lesz így az íze. A tojássárgáját pedig a cukorral szépen mellette közben kikeverjük. Alapjáraton egyébként, ami készül, ezt úgy hívjuk szakmai nyelven, hogy angol krémet készítünk. És ha teszünk hozzá vaníliát, akkor meg már tényleg igazi angol krém készül. Kis citrommal felturbózva. És hogy közben ne unatkozzunk, én már ezt is megcsinálom. A formát jól kivajazzuk. Természetesen készülhet tepsibe is, de gondoltam, hogy most menőzni fogok egy kicsikét, és akkor ilyen a torta szeletként lesz nekünk majd mákos gubánk. Csak a lényeg, hogy sütőbe lehessen rakni. És kivételesen ugye nem lisztezünk, hanem a mákkal fogjuk bevonni. Óvatosan. Tejszínes keverék, vanília, citromhéj, az illata már alakul. Tojásárral kikeverve a cukorral, megvan a forma, teljes kifli, szerintem ez a legjobb, és hát most én frisset mondanám, hogy vettem, de elfelejtettem benne, úgyhogy hoztak nekem. Tehát kifli, viszont beraktam a sütőbe 160 fokra, egy 8 percre, hogy egy kicsikét megszikkadjon és megpiruljon. Most, hogy forra tejszínes tejkeverék, jöhet a hőkiegyenlítés. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon keveset hozzáteszünk, közben kilötyköljük természetesen, az a minimum. Egy gyors mozdulattal egyikkel keverünk, másikkal törlünk, hogy nehogy odaégjen a tej, mert azt sose fogom letörölni. Ezt azért csináljuk, hogy a tojás ne rántódjon azonnal össze. Ilyenkor már nyugodtan visszaönthetjük. És gyors, kavaró mozdulatokkal nem forraljuk, hogyha van egy hőmérőtök egyébként, akkor 83 fokig kell hivatalosan melegíteni. De ilyenkor azt kell nézni, hogyha gyorsan csináljuk, és már kezd egy picikét rá tapadni, de épp hogy a haberőre, na akkor már tuti jó, és azonnal visszaöntjük, mert ha benne hagyjuk, akkor tovább megy, és megfő. Kész is. Nagyon jó az illata. És jöhet a mák. Kicsit most hagyjuk, hogy álljon, hogy a mák megszívja magát, letakarítok, és akkor folytatjuk. Körülbelül 10 perc alatt jól meg is szívta magát a mák. Jöhet a kifli. Jöhet a mákos angol krém. És aki most nagyon figyel, az jól láthatja, hogy jön egy kis turbózás, rumos mazsola, és megint hagyjuk körülbelül egy 5-10 percig, még megszívja magát. A mák is felszívta magát, a kifli is megszívta a mákrémet, és fel kellene lazítani egy kis tojásfehérjével. És kész! Két részletbe adjuk hozzá. Ezt nem győzöm mindig elégszer hangsúlyozni, hogyha a felvert tojásfehérjét adunk bármilyen alaphoz, ezt mindig részletekbe adjuk, hiszen nem szabad, hogy összetörjük. Most értitek, levegőt pumpálunk a fehérjébe, az, hogy lazítsuk az alapot, és hogyha az egészet beletesszük és azonnal lekeverjük, akkor igazából minek vertük fel, tehát nincs sok értelme. Na, itt még nincs vége, nem, most még egy kicsikét felturbozzuk. Kaptam sárga barack lekvárt, egy jó barátomtól, az anyukája készítette.
És akkor arra gondoltam, hogy elrejtünk a sárga barackból kicsi darabokat. Van itt minden habos, mákos alap, jó kis sárga baracka, nincs más hátra, mint egy jó kis sütés. Előmelegített sütő, 180 fok, légkeveréses, és körülbelül 25-30 perc. Hogy be. Hi, hello Guba. Kész vagy. És most nagyon gyorsan elpucsúzom, mert felvágom, és mi ezt most meg fogjuk enni. Ez tényleg így lesz. Melegen, forrón, a sárga barackkal együtt.